mondjuk én nekem személy szerint nagyon tetszik az, hogy ugye itt az összes magyar itt van egy helyen, és ismerkedhetünk, sportolhatunk együtt, lehetőség van is sportolni, az nekem, ami hát jobban tetszik úgymond a kollégiumba, és mellesleg az ára is elég jó. Nagyon sok külön programot szerveznek nekünk, amire el tudunk menni, amivel önmagunkat is tudjuk még pluszban fejleszteni, vagy esetleg egy kis szórakozás, kikapcsolódás, mint színházba járni, vagy hangversenyekre. A kollégiumi konferencián az a 10 egyetemista mutatkozott be, aki az év folyamán szervezett műhelymunkákon a legjobban teljesített. Az évzáró ünnepség keretében Schneider Sára Ildikó, az Európa Kollégium megbízott igazgatónője kiemelte, a 2016-17-es év valóban eredményes volt, hiszen a szakkollégiumi tevékenység minden pontját sikerült megvalósítani. Nagyon nagy sikernek számít az, hogy a szakkollégiumi programunkat, amelyet 2016 nyarán írtunk meg, ez volt az első tanév, amikor ezt a programot alkalmaztuk, és nagyon nagy siker az, hogy ezt a programot teljes egészében sikerült teljesítenünk, és hát a következő tanévben szeretnénk folytatni, és mindenek előtt inkább a minőségi munkára szeretnénk hangsúlyt fektetni. A kollégistákat Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke is köszöntötte. Beszédében kiemelte, ez a második búcsúztató, ami azt bizonyítja, hogy a befektetett munka megtérült. Az, amit ma megmutatkozott, az visszaigazolta mindazt a várakozást, amit az Európa Kollégiumhoz fűztünk. Hogy itt nem csak laknak majd a gyerekeink, hanem itt foglalkoznak velük, itt egymással foglalkoznak és közösséget építenek, és ez mutatkozott ma meg. Az ünnepség az intézmény néptánc csoportjának a fellépésével zárult.